Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közösségbe gyűjtő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, az évközi 16. vasárnap szentmiséjében imádkozunk halálának 13. évfordulóján Gizella édesanyáért és élő és elhunyt hozzátartozókért. Szeretettel köszöntöm a testvéreket a vasárnapi pihenőnapon, hiszen minden vasárnap lehetőség és alkalom lelkünk és testünk megújítására. Ráadásul a nyári szünidő idején Jézus gondoskodik arról, hogy legyen tanítványainak is felüldülési ideje, és minket is azért hív hétről létre a templomba, aztán hív a nyári szünidő találkozásaira, hogy felüldüljünk az ő jelenlétében, testben, lélekben megerősödve, visszatérve folytathassuk küldetésünket. Hiányoznak fiataljaink a szentmiséről, hiszen az Egyházmegye ifjúsági táborában vannak nagy részékben, Újudvaron, aztán hamarosan kezdődik majd a imatáborok találkozói is, vagyis a fiatalságnak is lehetőséget biztosítunk arra, hogy felüldüljenek, és az iskolai év után a nyári szünidőben Jézussal egy új módon találkozzanak a testvéri közösségben, az egymásra odafigyelő szeretet világában. Erre az élményre hív bennünket is Jézus, amikor felüldülést kínál a nyári találkozásokban. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük hitünk szent titkait. Biztosítok-e időt magamnak és a rám bizottaknak a nyári pihenésre? Hogyan szoktam kikapcsolódni? Felhasználom-e ezt az időt testi-lelki megerősödésemre, kapcsolataim felébresztésére, növelésére? Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, könyörülj népeden, és add bőségesen szent lelked ajándékait nekünk, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és szeret a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm juhait. Ezért ezt mondja az Úr Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik. Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint, mondja az Úr. Nyájam maradékát, viszont magam gyűjtöm össze azokból az országokból, ahová elűztem őket. Visszahozom őket legelőikre, ott gyarapotni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, gondjukat viseljék, és legeltessék őket. Nem félnek, és nem remegnek többé, és egy sem vészel közülük, mondja az Úr. Íme jönnek napok, mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják. Az Úr a mi igazságunk. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti, akik egykor távol voltatok Krisztus Jézusban, most közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk, aki a kettőt, Izraelt és a pogányokat egyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiközövelte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Mint békességszerző a két népet magában egyé új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közellevőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy lélekben az Atyához. Ez az Isten igéje. Isten. You.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Az apostolok próba útjuk után visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövésmenés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan láttak, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, mai evangélium folytatása tehát az elmúlt vasárnapinak, amikor Jézus elküldte tanítványait próbaútra, és azok tanították Isten országának alapvető vonásait, betegeket gyógyítottak, ördögöket üztek ki Jézus segítségével, és íme, amikor visszatérnek, akkor Jézus gondoskodik arról, hogy pihenjenek, hogy legyen alkalmuk beszámolni mindarról, ami történt, megerősödjenek az ő vele való közösségben, hogy majd aztán újra tudják folytatni küldetésüket. Gyertek velem egy magányos helyre, mondja Jézus, ahol együtt vannak a pusztában, hiszen a puszta magánya Jézusnak is a küldetése elején az Atyával való beszélgetésnek, imádságnak az ideje, helyszíne volt, ahol ugyan megkísértette a sátán, de legyőzte, mert ragaszkodott Atya akaratához. Tanítványaival töltött ide viszont nagyon rövidre sikerült, hogy mondja is, hogy pihenjetek egy kissé, mert a tömegek észrevették szándékát és megelőzték őket, és aztán újra tanítani kellett Jézusnak, gyógyítani a betegeket, mert megesett a szíve az embereken, hiszen azért jött az a küldetése, hogy biztosítsa az embert az Isten irgalmáról, lehajló szeretetéről. Kedvelt fordulata a Szentírásnak, legalább 10-szer szerepel az evangéliumokban ez a fordulat, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken, lehajolt a betegekhez, lehajolt a tékozló fiúhoz a példabeszédben, az irgalmas szamaritánusként segít a bajban levőn, mert Isten maga az irgalom és a jóság. És Jézus épp azért jött, hogy erről biztosítson mindenkit, hogy Istennek szándéka minden ember üdvössége, fölüdülése és a mennyei hozzába való eljutása. Jézus állandóan tevékenykedik vándorútja során, emberségével átéli az ember fáradékonyságát is. Hiszen emlékszünk rá nemrégiben, a viharos tengeren elaludt a bárkában, még szerencsé, hogy vittek magukkal vánkost a tanítványok, szinte számítottak arra, hogy Jézus bizony gyakran éjszaka, vagy akár nappal is elfáradva lepihen, mert emberi testén rászorult a felüdülésre. Jézus pedig emberségével észrevette a tanítványainak is a fáradtságát, és ezért hívta őket félre, hogy segítségükre legyen, mert apostoli munkájukhoz mindenekelőtt a vele való közösségre volt szükségük, hiszen az apostolok nem a saját erejükből tettek csodákat, gyógyítottak betegeket, hanem mert Jézus velük volt, és ahogyan a Márk evangélium végén olvassuk, tanításukat csodajelekkel hitelesítette, és hitelesíteni akarja ma is az ő tanítványainak a munkáját, mert Jézus velünk akarja tölteni idejét, bennünk és általunk akar jelen lenni a világban, hogy örömhírét elmondjuk embertársainknak, és legyünk jó pásztorai a ránk bizottaknak. Hallottuk az olvasmányban Jeremiás próféta idejében,
Isten azzal vádolja népének pásztorait, hogy nem törődnek a juhokkal, veszni hagyják és szétszélezték őket, mert csak saját magukra gondolnak és nem a rájuk bizottakra. És megígéri Isten, hogy majd ő maga jön el, és lesz jó pásztora az ő népének. Nem csak a sajátjának, hanem a föld összes nemzetének. Erről aztán Jézus maga is bizonyságot tesz, amikor önmagát jó pásztornak nevezi, és tanítványait az egész világra küldi majd, hogy pásztorolják, gondozzák az ő üzenetével, a mennyei atyáról való tanúságtételükkel az emberiség üdvösségét. Jézusnak tehát megesik a szíve, vagyis lehajol irgalmasan, nem csak tanítványaihoz, hanem mindenkihez, és arra buzdít bennünket, hogy mi is legyünk keresztény közösségének tagjai, hozzá hasonló irgalommal embertársaink felé, és vállaljuk az apostoli életet, vagyis a tanúságtételt arról, hogy Isten szereti az embert, és mindenki üdvösségét, javát, boldogságát akarja. Mondja is Jézus tanítványainak, de nekünk is szólnak szavai, hogy jöjjetek hozzám, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, mert én felüdítelek titeket. Jézus azzal üdít fel bennünket, hogy szeretetének közösségébe foglal mindnyájunkat, és segít átélni az imádságban a vele való közösséget. Úgy mondhatnám, hogy az apostoli élet első köre az Úrral való együttlét, megismerkedni vele, és vállalni azt a küldetést, amit nekünk is adott, hogy folytassuk az ő művét. Emlékszünk az első találkozásokra, Keresztelő János tanítványai közül András és János voltak azok, akik meghallották mesterük szavát, hogy eljött Jézusban az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, aki felüdít majd benneteket, aki reménységet ad és irgalmassággal biztosítja életeteket. És a tanítványok utána mennek Jézusnak, és Jézus, amikor megkérdezi, hogy mit akartok, azt válaszolta, hogy hol laksz, Mester? És Jézus hívja őket, jöjjetek, maradjatok velem. És aznap nála maradtak, és meggyőződtek arról, hogy Jézus valóban a megígért megváltó, ő maga az a jó pásztor, akiben Isten személyesen jár jelen az ő népéért és minden nemzetért. Sőt, tudjuk, Isten már a mózesi 10 parancsolatokban is megfogalmazza, hogy az Úr napját szenteljük meg. És úgy írják meg a Teremtés könyvének gondolatait is, hogy a 7. napon az Úr megpihent. Pedig hát Istennek, ha belegondolunk, nincs szüksége pihenésre, hiszen lelki, szellemi valóság. Mégis azért így írták meg, hogy a választott nép tagja és mindannyian megszenteljük a 7. napot, hogy akkor pihenjünk, üdüljünk fel, legyünk élő kapcsolatban az Istennel, és erősítsük meg szeretett kapcsolatainkat, családtagjainkkal, embertársainkkal, hogy aztán a munkás hétköznapokban is legyen erőforrásunk, legyen támaszunk az irgalmas Isten jóságos rendelkezése a 7. nap megszenteléséről. És nyilván Jézus is fontosnak tartotta, hogy tanítványai, miután megismerkednek vele, és vállalják a küldetés első részét, visszatérve hozzá azért, hogy megosszák tapasztalataikat, megerősödjenek és tovább folytassák küldetésüket. Az apostolságnak a másik köre, úgy is mondhatnánk, hogy ki tudjunk lépni önmagunkból. Hogyha Jézussal megismerkedtünk, fölismertük hivatásunkat, küldetésünket, pásztori feladatunkat, akkor azt osszuk meg embertársainkkal, hogy ezáltal Isten irgalma szeretetéről, szolgálatkészségünkkel, segítségül nyújtásunkkal, embertársainkat mi is felemeljük, miként az irgalmas szamaritánus tette a kifosztott, meggyötört emberrel. És hogyha küldetésünkben kezdünk elfáradni, akkor pedig ugyancsak menjünk vissza Jézushoz,
Térjünk vissza, és gyűjtsünk tőle erőt. Ezt tesszük mi keresztények minden vasárnap, minden szentmisében. És ezt tesszük, amikor zarándokolni megyünk, vagy táborozunk, amikor szabadságot veszünk ki azért, hogy megerősödjünk, testünk, lelkünk felüdüljön az Isten jelenlétében. József Attila Isten című versében írja, most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten érnem, s tudom is, mert szeret engem, tetten értem az én szívemben. Mi is Jézust a szívünkben érjük tetten, ha befelé fordulunk az imádságban, vasárnapi szentmiséken, pihenőnapokon, akkor fölismerjük, hogy bennünk él az Isten, és általunk akar jelen lenni a világban. Jézus a mennyei atyáról kijelenti, hogy a mennyei atya szüntelenül munkálkodik, én is munkálkodom. Vagyis Jézusnak emberségével ugyan szükség volt pihenésre, hogy nekünk embereknek is, de Isten önmagában állandó tevékenység, a szeretet világa, és ebben a szeretet világban, irgalom világába hív meg bennünket. Szépen fogalmazza meg ezt Mécs László, az Istennek nincs árnyéka című versében. Az Isten jár a föltekén, körötte fény, fölötte fény, szeretet, jóság, szent erény. Ezerszer átnyilaz a fény, fáj mindenem, csapzott a tincsem, s az Istennek árnyéka nincsen. Itt nem lehet pihenni, enni, itt nem lehet csak hősnek lenni. Halljuk majd jövő vasárnap, hogy Jézus valóban nem sokáig pihenhetett tanítványaival, hiszen az evangélium végén hallottuk, már az emberek megelőzték, és majd amikor megtapasztalja, hogy éheznek, akkor kenyeret fog szaporítani számukra, miközben önmagáról elfeledkezve magának nem ad kenyeret sem a kísértésben, sem máskor, mert elfogadja az emberek gondoskodását róla és tanítványairól, de ő folytatja szeretetének művét azért, hogy minden embert meghívjon közösségébe, egyházába. Sőt, az igazi felüdülés maga az üdvösség. Szent Ágoston Isten országáról írt könyvében így írja le a mennyországot, és ezzel a szavakkal fejezi be gondolatait. Amott Istennél üdülünk és látunk. Látunk és szeretünk, szeretünk és magasztalunk. Istennél felüdülés, ez a mennyei haza. Ezt kívánjuk halottainknak is, amikor imádkozunk, értük, hogy Istenünk halottainkat ajándékozz meg az örök béke és nyugalom országával, az örök világosság fényeskedjék nekik. Ezt kívánjuk, hogy már a Földön fényben, Istenben élhessünk, hogy egykor az mennyei örök világosság országába is eljuthassunk. Így remélhetjük, hogy a pihenő idő, amelyet megadunk testünknek, lelkünknek, ilyenkor nyáron közepén, akkor próbáljuk azt arra az idő, arra fordítani, hogy egyre jobban közelebb kerülhessünk Istenhez, az ő irgalmas szívéhez, és az befogadva embertársainkat is közelebb segíthessük Isten irgalmas, fölüdítő, üdvességet adó szeretetéhez. Amen. Valljuk meg a szeretet Istenébe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalál szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, könyörögjünk az irgalmas Istenhez embertársainkért, akik békére és üdvösségre vágyódnak. Ébreszt fel, Urunk, minden emberben a vágyat a Te békéd után. Kérünk téged, hallgass minket. Állj mindenkor papjaid mellett, és erősítsd őket lelki pásztori munkájukban. Kérünk téged, hallgass minket. A kötelességüket becsületesen teljesítő emberek jussanak megérdemelt pihenéshez mindenütt a világon. Kérünk téged, hallgass minket. Szolgáljon a nyári szünidő ifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására. Kérünk téged, hallgass minket. Elhunyt Gizella édesanyját és hozzátartozókat pedig fogad be jóságosan örök nyugodalmad mennyei országába. Jóságos Istenünk, mennyei Atyánk, Te szent fiadban jó pásztort rendeltél az emberiség számára. Add kérünk, hogy tanítása által eljussunk az örök béke országába, aki élsz és szeretsz mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicséretére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a Te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel,
a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és szenvedő ember számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és szentekkel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad Jézus, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak tette. Irgalmas atyánk, kérünk te át téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontadik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Megemlékezünk tehát mennyei atyán Krisztusról, te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el dicsőségedbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk néked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diákonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támaszul legyünk a megfáradottaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg Gizella édesanyáról és hozzátartozókról, aki Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe,
és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk, magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiárott szívünkben a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Íme, az ajtóban állok és kopogok, mondja az Úr. Ha valaki meghallja hangom, és ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg én velem. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket országod titkaiba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a testvéreknek. Holnap július 22-én hétfőn Szent Mária Magdolna ünnepét tartjuk. Kedden svéd Szent Brigitta szerzetesnő Európa védőszentjének ünnepe lesz. Szerdán Árpádházi Szent Kinga szűz emléknapját tartjuk. Csütörtökön Szent Jakab apostol ünnepe lesz. Pénteken Szent Joakim és Szent Anna a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapját tartjuk. Jövő vasárnap a nagyszülők és idősek világnapja lesz. A reggel 8 órai kórházkápolnai és az itteni 9 órai szentmise után Szent Kristófnak, az utazók védőszentjének közbenjárását kérve megáldjuk az autókat, járműveket. A hét egyházi eseményei, volt 3 temetés. Testvéreink nem részesültek haláluk előtt a szentségekben. Ismételten hirdetjük, hogy egyházközségünk sekrestést keres. A sekrestési munkakör a liturgiához kapcsolódó fontos Isten és ember szolgálat. Olyan nyugdíjas hívőt várunk, aki szívesen dolgozna a templomban, Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek javára, valamint elhivatottságot érez a katolikus egyház szellemében a templom szolgálatára és örömét leli sajátos feladataink teljesítésében. Jelentkezni illibántartás időben a plébáni hivatalban lehet. Hirdetjük továbbá, hogy augusztus 31-én Zarándokút indul Mária remetére a Szeretett Láng Fesztiválra. Az utazási költség 12.000 forint. Ugyancsak Zarándokút indul Medjugorjébe október 23-23-ig a Nagy Magyar Találkozóra. Jelentkezni mindkét esetben a TOP utazási irodában lehet, Nagykanizsa Csengeri út 4. Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe Új Szív újságunk idei második számát, amelyhez újra megjelentettük templomunk történetét bemutató mellékletet, a melléklet 2000 forintos áron megvásárolható a sekrestyében és a plébánia hivatalban. Szentségimádásra kérünk imádkozó testvéreket kedden 13-tól 14 óráig, szerdán 14-től 15 óráig és csütörtökön ugyancsak 14-től 15 óráig. Szentmisénk végén megköszönjük Istennek, hogy ma is felüdített bennünket tanításával és szentségeivel, és erőt ad ahhoz, hogy a hétköznapokban is, ünnepnapokon, pihenőnapokon, munkanapokon egyaránt vele éljünk, vele járjunk, és irgalmas szeretetéről tegyünk tanúságot embertársaink között. Köszönöm hiteteket, és használjuk fel a nyári időszakot,
hogy Isten szeretetében és egymás szeretetében megerősödve folytathassuk szolgálatunkat. Reggeli szentmisében már megköszöntük Istennek az esőt is, hiszen annyira vártuk már, hogy megöntözze a földet, hogy terményeink ne száradjanak ki, és Isten meghallgatja mi imádságunkat, ha áldozatosan kérjük, és megadjuk neki a lehetőséget, hogy gondviselő szeretetéről bizonyságot tegyen. Ezzel a reménységgel kívánok mindenkinek további áldott szép ünnepet és boldog felüdülő nyaralásokat. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizze meg titeket az ember szerető Isten! Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjünk békével.